A legfontosabb most, hogy ne betegedjünk meg, és ne kelljen otthon maradni a gyerekeknek sem. De az intézkedések most nem a mi kezünkben vannak, hiszen a polgármestereknek nincs olyan felhatalmazása, mint az első vírus idején, bár akkor sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, és hatékonyabbak tudnánk lenni a védekezés területén, mondta Alpe-Szofer Ágnes polgármester. Addig, amíg március 11. vagy 11-12-től kihirdették a rendkívüli jogrendet, addig a polgármesternek volt lehetősége, és hozzáteszem felelőssége is abban, hogy milyen döntéseket hoz meg. Most erre nincs lehetőség. Tehát most gyakorlatilag mi is figyeljük az országos helyzetet, és figyeljük azokat a rendelkezéseket, amiket mindannyiunknak be kell tartani, de az intézmények közvetlenül nem tőlünk kapják az utasítást, hogy milyen védő intézkedéseket kell tenniük, hanem közvetlenül az őket szakmailag irányító szervezetektől. Nagyon fontos, és talán a legfontosabb az, hogy a köznevelésben, és itt óvodába, iskolába, tolnai viszonylatról beszélek, akkor a gimnáziumban jár nagyon sok száz gyerek, akár több ezer gyerek, és az ő biztonságuk mindennél fontosabb, és az is nagyon fontos, hogyha ők, mivel egy-egy telephelyen nagyon sokan csoportosulnak, hogyha ott Covid gyanús eset, vagy esetleg Covidos eset lesz, akkor nyilván először osztályokat, csoportokat, aztán esetleg iskolai telephelyeket is bezárnak, és nyilván a cél az, hogy az oktatás az zavartalanul tudjon működni minél tovább, és ne az elektronikus megoldás, és ne az online oktatásra kelljen átérni. Bár én itt az oktatásban, és ez az én személyes véleményem, én azt gondolom, hogy a tudományt azt be lehet pótolni. Tehát sokkal fontosabb az, hogy a gyerekeknek ne kelljen otthon maradniuk, mert ha a gyerekeknek otthon kell maradni, akkor a szülőnek is otthon kell maradni, főleg kisiskolás és óvodás gyerekről van szó. Tehát a tanulmányokat azért be lehet pótolni, tehát én azt gondolom, hogy az meg fog oldódni, biztos vagyok benne. Tehát a fontos az, hogy ne betegedjünk meg, és ne kelljen otthon maradni a gyerekeknek. Az intézmények a lehetőségeik szerint lépnek a védekezésben. Így nem mehetnek be például a szülők az óvodába se. Ezt az intézkedést, hogy az óvodába, jelen esetben az óvodába mi történik, ezt nem én és nem a Tornaváros önkormányzata hozza meg, hanem az oktatási hivatal és minden köznevelési intézményre, iskolákra, még egyházi fenntartású iskolákra is, mint a tolnai gimnázium, általános iskolákra és az óvodákra is egy egységes intézkedési tervet dolgozott ki, ami egyébként folyamatosan változik, nyilván a járvány terjedésének vonatkozásában, tehát ez akár napról napra, de az intézményvezetők nagyon jól nyomon követik ezt, és igyekeznek, gondolom, minden tőlük telhetőt megtenni. Védőfelszerelések, tehát az ott dolgozóknak a szájmaszk és a fertőtlenítő, illetve a gumikesztyű használata biztosított szükség esetén. A gyerekeknek nyilván nem kell szájmaszkot és gumikesztyűt használniuk, de fokozottan odafigyelnek a fertőtlenítős kézmosásra. Papírtörölközőket szereztünk be, tehát nem textiltörölközőbe mossák vagy törlik a kezüket kézmosás után, hanem papírba. Tehát igyekszünk minden olyan kontaktust elkerülni, ami még fokozná a járvány terjedését. A mosdókat és a csoporttermeket folyamatosan takarítják. Más helyzet van, mint tavasszal volt. Több a beteg, ugyanakkor az emberek sokkal lazábban veszik a szabályokat, mondta el a észrevételeit Tolnaváros polgármestere. A félelem az annyira nincs már bennünk, mert hogy nem látjuk jelen pillanatban azokat a képsorokat a médiából, hogy mennyien haltak meg külföldön. Viszont szerintem már mindenkinek van egy ismerőse, viszonylag közeli ismerőse, aki nem csak pozitív, meg nem csak karanténba került, hanem beteg. Tehát én magam is megdöbbentem, amikor egyik napról a másikra több ismerősöm, viszonylag közeli ismerősömről is tudomást szereztem, hogy pozitív lesz a tesztje, vagy pozitív lett a tesztje, és beteg is, rosszul érzi magát. Szerencsére nem került kórházba, nem került lélegeztetőgépre. Lehet, hogy egy más influenzás megbetegedés során is lehettek volna ilyen tünetei, de ne felejtsük el, hogy ezek az emberek, hogyha nem különülnek el, akkor fertőznek, és sokan nem különülnek el, mert hiszen nincs is tudomásuk arról, esetleg a tünetmentesek, hogy fertőznek. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy a zárt terekben
Például itt a polgármesteri hivatalban, a Városházán, vagy a város valamennyi intézményében. Értem ez alatt a kulturális központot, a sportcsarnokokat, a kiállító termeket, a civil egyesületek helységeit, és mindezek mellett a kereskedelmi egységeket, a vendéglátó egységeket, hogy tartsuk be a másfél, lehetőség szerint tartsuk be a másfél méteres távolságot, és használjunk maszkot. Tehát ennél jobbat egyelőre még nem találtak ki. Én azt gondolom, hogy ez pici áldozat ahhoz, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk a hozzátartozóinkra, hiszen túl nagy volna az áldozat akkor, hogyha esetleg valaki tényleg komolyan megbetegedne, esetleg elhalálozna. És én bevallom őszintén, hogy sokszor az időseken nem látom nem is jó szó talán az, hogy félelem, de azért talán egy kicsit mégiscsak ők vannak már olyan komoly krónikus betegségekben, hogy nyilván ők sokkal veszélyeztetettebb korosztály. Tehát amíg a fiatalokon, gyerekeken esetleg tényleg úgy átmegy, mint egy influenza, addig láttuk, hogy az idős krónikus betegek sokszor belehalnak ebbe a betegségbe. És én magam is megdöbbenve láttam, hogy vannak olyan tolnai, akár nyugdíjas szervezetek, akik nem igazán veszik ezeket komolyan, tehát ők azért összejönnek, csoportosulnak, több tizen, esetleg százan összejönnek, és jól érzik magukat. Ezzel nincs baj, azzal van baj, hogyha esetleg van közöttük egy COVID-pozitív. Mi igyekeztünk minden városi nagy rendezvényt lefújni, tehát gyakorlatilag már a március 15-i ünnepségtől kezdődően, egészen eddig a Városnapján át, a Bárka Fesztiválon át, nem lesz nyugdíjas ünnepség, tehát a nyugdíjasok vagy az idősek világnapján nem fogjuk megtartani, éppen azért, mert vigyázunk rájuk. És az október 23-ai rendezvényt is itt a Hősök terén fogjuk megrendezni. Én nem vállalom annak a kockázatát, hogy esetleg egy zárt térbe összehívunk embereket, és ott valaki megbetegszik. Én úgy döntöttem, hogy a Hősök terén fogjuk ezt a megemlékezést az idén megtartani. Azt nem tudom, hogy lesz-e advent, mert az még elég messze van, de ha lesz járvány, akkor nem lesz adventi hétvége. Tehát akkor én arra kérek mindenkit, hogy ugyanúgy, ahogy a szülinapokat és a családi ünnepeket is minél kisebb közösségben ünnepeljük meg, úgy lehetőség szerint a civil rendezvényektől is tartózkodjunk, és ha magunkra nem is, de másokra legyünk tekintettel.